Az igazi fák sosem horkolnak. Az elhagyatott réten szerdánként van a bujócskázás világnapja. Persze csak azokon a szerdákon, amikor mindenkinek van kedve hozzá. Na, ez pont egy ilyen szerda. 10-ig számolok, aztán megkereslek benneteket, mondta a többieknek Valér, mert éppen ő volt a hunyó. Zödön, Titusz, Pofánka, Hilda, Fityirc, meg... Béla bá gyorsan elindult hát búvóhelyet keresni. Egy! Zödön gyorsan eltűnt egy foltos lepénybokor rejtekében. Titusz a sárga mészköpő fűben keresett menedéket. Kettő! Pofánka bemászott egy nagy réti zselé cserje mögé, Hilda megpróbált olyan lenni, mint egy vadpadlizsán. Három! Fityirc pedig a csőlakó kavics kukacok között igyekezett észrevétlenné válni. Négy! Már csak szegény Béla bá állt tanácstalanul az elhagyatott réten. Hová bújjak, hová bújjak? Tépelődött magában. Öt! Szerinted mihez hasonlítok a legjobban? Kérdezte egy arra szögdécselő lábos csigától. Hát, lássuk csak. Leginkább talán egy öreg kiszáradt fára emlékeztetsz. Valami kedvesebb is eszedbe juthatott volna. Sóhajtott Béla bá. De azért köszönöm a segítséget. Hat! A csiga elhúzott egy dúsan termő mezei csipeszbokor felé. Béla bá pedig gondolkodni kezdett, mit csináljon, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint egy öreg fa. Három ötlete támadt. Rövid töprengés után a másodikat választotta közülük. Keresett is gyorsan egy megfelelő ligetet. Ha ügyes leszek, így biztos nem talál meg Valér, gondolta. Aztán megpróbált úgy csinálni, mintha egy volna az árnyas kis liget fái közül. Hét! Nyolc! Nem bírom a szerdákat. Szétmegy a fejem átől a hangzavartól. 9 és 10. Fejezte be Valér gyorsan a számolást, mert nem szívesen vitatkozott varázsgombákkal. Aki bújt, aki nem, megyek! Borzasztó! Először Pofánkát találta meg, aztán Zödön, majd Titusz, és Hilda. Legutoljára pedig Fityircet. Csak Béla bá nem volt sehol. Elég fárasztó dolog fának lenni, gondolta közben Béla bá ligetben, mert már is kezdtek elzsibbadni a karjai. Nagyot ásított, aztán váratlanul álomba merült. Álmában igazi fa volt. Mindenfelé friss levelek zöldeltek rajta. Az odujában egy vicsormókus lakott, ágai között pedig egy öreg borosta pók szövögette hálóját. Göcsörtös gyökerei alatt egy szőrmók vakarc, ráncos kérgén pedig néhány recskeszú, más néven pohos résbogár vert tanyát. Úgy érezte magát, mintha egy nagy ház lenne, sok boldog lakóval. Amikor túl meleg volt, árnyékot adott lakóinak. Ha meg éppen esett az eső, lombja alatt keresett menedéket az elhagyatott rét sok-sok lakója. Egy napon aztán egy kék tollú nyihánc költözött a lombjában megbúvó fészekbe. Megvagy! Milyen kár! Mondta álmos hangon Béla bá. Már éppen kezdtem elhinni, hogy igazi fa vagyok. Igen ám, csak hogy az igazi fák sosem horkolnak. Tőled meg visszhangzott az egész elhagyatott rét.
Hazafelé menet Béla bá elmesélte a többieknek a vicsormókust, a borostapókot, a szőrmókvakarcot, a recskeszúkat, meg a kék tollú nyiháncot is. Lehet, hogy álmunkban sokkal érdekesebb volna bujócskázni, mondta Valér. De jó, akkor én igazi vadpadlizsán lehetnék, ábrándozott Hilda. Szerintem rögtön ki is próbálhatnánk. Ásított Zödön. Elég fáradtak voltak, így ezzel az ötlettel mindenki egyetértett. Le is heveredtek mind a finom napsütötte fűbe. Ki lesz a hunyó? Kérdezte Pofánka. Aki legelőször elalszik, mondta Titus, azzal lehunyta a szemét. A többiek sietve követték a példáját. Talán mondanom sem kell, kisvártatva az összes kufli édes deden aludt. Aztán már csak a nap bujócskázott odafent a felhők között. Eltűnt, felbukkant, eltűnt, felbukkant, újra és újra, még a bujócskázás világnapja egyszer csak véget nem ért. Vajon ha egy fa álmodja azt, hogy ő egy kufli, akkor sem horkol? Hilda kalapja. Egy szép napfényes reggelen a földből halvány lila csücsökvirágok dugták ki a fejüket. A távolból egy téli álmából ébredező zacskós borz harákolása hallatszott, a levegőben pedig szédülten zümmögtek az első posztólegyek. Tavaszodik, állapította meg Hilda. De kár, hogy nekem nincs egyetlen csinos kalapom sem. Nem is szoktál kalapot hordani. Na jó, de ha véletlenül mégis eszembe jutna. Kölcsön kérhetnéd Béla báét. Szerinted hogy állna neki Béla bá kalapja? Kérdezte Pofánka. Elég furcsán. Talán mégis jobb lesz, ha beszerzel egy saját kalapot. Kalapot akármiből lehet készíteni. Szólt közbe Zödön, lerakva a fűbe egy zacskó szárított vacspenótot. A nagybátyám például egy üres konzervdobozt hord fejfedőként. De hát neked nincs is nagybátyád. Na jó, nincs. De ha lenne, biztos azt hordana. És ha zokniból készítenél magadnak egy kalapot? Zokniból csak egy nem túl elegáns sapkát lehetne készíteni. Szerintem nézz körül az elhagyatott réten. Én szívesen elkísérlek. Ajánlkozott Valér. Ó, ez a vidéki élet. Hova, kuflik? Kérdezte kíváncsian egy csíkos csújmász. Kalap alapanyagot keresünk Hildának. Tudok én a réten mindenféle alapanyagról. Akadis kácat alapanyag, mászat alapanyag, kis szerencsével talán még némi malac alapanyagot is találhattok, de kalap alapanyag sokan keresik, így gyorsan eltűnik a rétről minden efféle. Mi azért nézelődünk egy kicsit, mondta Hilda. Átszögdécseltek Valérral egy szőrcserjeligeten, megkerültek egy kiszáradt befőtt bokrot, amikor... Oda néz, mi van ott? Kiáltott fel Hilda, és egy gyönyörű színes kalapot emelt fel a földről. Szerinted hogy áll? Nem rossz, bár egy kicsit emlékeztet a varázsgombák sityakjára, mondta Valér, és elővette egy zsebtükröt. Egész jó. Bár tényleg olyan, mint egy gombakalap, meg aztán szorít is egy kicsit. Sajnos nem az én méretem. Hilda megfogta a kalapot, hogy levegye, ám az nem mozdult. Úgy látszik, rám szorult. Segítenél kicsit? Na-na! Valér húzta jobbról, húzta balról, rángatta előről és cibálta hátulról, de a kalap nem mozdult Hilda fejéről. Látom, van egy kis gubanc. Mi tagadás? Hilda fejére rászorult ez a gyönyörű kalap. Nem csoda. Mi egyebet vártok egy varázsgomba kalaptól? Hihetetlen, hogy velünk mindig valami ilyesmi történik. Nyugi! Azért lehet ezen segíteni. Két módszer is van rá. Melyik a gyorsabb? Mindkettő gyors, de az egyik egyszerűbb. Csak el kell mondani hozzá a következő varázsigét. Varázsgomba? Darás plombát varázsolj a garázsomba. De hát ennek semmi értelme sincs. Az tény kérdés. Viszont ha elmondod, magad is varázsgombává változol.
És az mégis miért volna jó nekem? Oly egyszerű! Akkor nem kéne többé levenned a kalapodat. De én nem akarok varázsgomba lenni. Kufli akarok maradni. Ez esetben ugyanezt a varázsigét kell elmondanod csak visszafelé. Akkor már is visszacsinálódik az egész. Így hangzik. De én ezt nem tudom elmondani. Tükör, van-e nálatok? Persze. Akkor odaadom a varázsige szövegét. Bár ami azt illeti, az tiltja a szabályzat. Na ne üssek ő. Tükörből felolvasva könnyebb lesz elmondanod visszafelé. Azzal Hilda kezébe nyomott egy gyűrött papírdarabot. Köszönöm. Nyögte Hilda, és oda tartotta a tükörhöz a papírt. Abmózsárag, aljózsárav. Jó lesz ez, folytást. Tábmolbzsárod, abmogzsárod. Ti még el sem indultatok? Meggondoltam magam. Már nem is akarsz kalapot? Már nem. Rájöttem, hogy mindig összekócolná a kontyomat. Ezt nem értem. Még mindig csak a második fekvőtámasztnál tartok, pedig az imént, mintha már megcsináltam volna, vagy 30-at. Az előbb én is kihoztam az üregemből egy zacskó szárított vacspenótot, és most még sincs nálam. Tavaszi feledékenység. Gyakran előfordul ilyen tájt. És lehet ezt gyógyítani? Fél óra hátra bukfenc, és ismét mindenre emlékezni fogtok. Ez igaz. Dehogy is, most találtam ki. És mi lesz, ha rájönnek? Majd újra elmondod az abmozsárak varázsigét. Végül is egy ilyen szép tavaszi nap akárhányszor elkezdődhet, mondta Valér, és ebben bizony igaza volt. Na, azt tudja, nem várom meg, hogy újra elkezdődjön ez a rész. A kuflik és a puff-puding. Csodás nyári reggel volt. Bár lehetett volna borús őszi délután is, Pofánka és Valér valószínűleg akkor is pont ugyanúgy hevertek volna álmodozva a kufli kupac tetején. Valér éppen békésen elszenderült, amikor... Ezer bocsánat, az én pocim volt, mondta Pofánka és elpirult. Csak eszembe jutott, hogy milyen jó volna enni valamit. Valami fincsik. Hozzak neked vadmarcipánt. Pattant fel készségesen Valér. Az inkább uncsi, mint fincsi. Rázta meg a fejét Pofánka. Valami különlegesre gondoltam. Bolha bombon? Fúj, az meg undi! Fintorgott Pofánka. Csigacsoki? Próbálkozott Valér. Valami incsiklandó kéne, nem ilyen közönséges dolog. Beszélgetésüket hallva előbújt a többi kufli is. Halló, finomságokról beszéltek. Dörmögte izgatottan Zödön. Sajnos csak beszélünk, ahelyett, hogy ennénk valamit, ami különleges, ami nem terem az elhagyatott réten. Vegyük elő zsebrecept könyveinket. Na igen, mert minden kufli tart magánál egy zsebrecept gyűjteményt arra az esetre, ha megéhezne és szeretne főzni magának valami jót. Azzal keresgélni kezdtek. Porcukros pióca! Olvasta Titusz. Majd lett kemészben! Lapozgatott receptkönyvében Béla bá. Vakond virsli. Ez furán hangzik. Így Hilda. Karamellás kavics, olvasta Valér. Ahhoz biztos erős fogak kellenek. Vagy csúska krém. Betűzte Zödön. Nem is tudom. Motyogta könyvébe bújva Fityérc. Ami azt illeti,
egyik sem hangzik igazi finomságnak. Sóhajtott a pofánka. Gyerekek, amit szólnátok egy igazi puff pudinghoz? Így csiklandó csemege. Mondta Fatuskó. És könnyű elkészíteni. Puff, már kész is van. Pont erről kapta a nevét. És tényleg finom? Kérdezte gyanakodva pofánka. Az nem kifejezés. Azzal a Fatuskó turkálni kezdett az odójában. Kisvártatva egy ákon-bákon betűkkel teleírt, olyan fakéreg darabot nyújtott át a kufliknak. Lássuk csak. Fordítva. Így? A másik irányba. Oké, most jó. 8 evőkanál vadzablis, fél pohár fülvirág nektár, 2 kis kanál darált nyambogyó, egy kevés zebra fűpor, meg néhány cukorbokor levél. Ez tényleg egyszerű. Gyerekek, azért vigyázzatok a mennyiségekkel. Nyugi, több rokonom, közismert szakácsok. Alig telt el néhány perc, a kuflik elszögdécseltek tányérokért és kanalakért. Biztos valamivel több került bele a kállát, Évi. Az lehetetlen, tiltakozott sértetten Titusz. Talán, ha kihűl, abba hagyja. Reménykedett pofánka. Semmi baj, majd megeszem a felesleget. Zödön egy merőkanállal elkezdte falni a pudingot. De hiába, a krém tovább bugyogott kifelé a fazékból. Ez a puding addig puffad, még a végén az egész rétet elborítja. Elismételnéd még egyszer? Ez a puding addig puffad, még a végén az egész rétet elborítja. Akkor megvan mi a baj. Csapott a homlokára a Fatuskó. Ez egy úgynevezett puffadó puding. Az ilyen puding addig puffad, amíg meg nem kérik, hogy hagyja abba. De nagyon fontos az udvariasság. Akkor kérje meg Béla bá, neki van közülük a legjobb modora. Én megpróbálhatom. Vonta meg a vállát Béla bá. Milyen tisztelt puding! Felettébb hálásak lennénk önnek, ha volna olyan kedves és befejezné ezt a rendkívül látványos, de számunkra felettébb kellemetlen terebélyesedés. A puding erre csiribú csiribá nem nőtt tovább egy kis kanálnyit sem. Hiába, a jó modor csodákra képes. De mit csinálunk most ezzel az elképesztően sok pudinggal? Ennyi pudingra akár az egész rétet meghívhatjuk, ugrándozott lelkesen Valér. Akar valaki pudingot enni? Nem sokára derűs lakmározástól volt hangos a kufli kupac környéke. Soha nem ettem ilyen finom pudingot. Dereke, ezek szerint mégsem volt teljesen rossz a recept. Nyugtázta elégedetten a Fatuskó. Legközelebb valami egyszerűbb különlegességgel is beérném. Bólogatott a pofánka. De ezt a hangos csámcsogástól már nem hallotta meg senki sem a rétlakók közül. Remélem, hagytatok nekem is. Ó. A kuflik és a furcsa árnyék. Az első szép tavaszi nap volt abban az évben. Végre kisütött a nap. Valér éppen kidugta az orrát az üregéből, és rögtön megpillantotta a fityércet. Elvesztettél valamit? Árnyékomat nézegetem. Valahogy olyan furcsa, mintha nem az enyém lenne. Biztos felismerném, ha például Tituszé volna, vagy a tiéd. Én árnyékom megvan. Az enyém is, rikkantotta Titusz. Minden este ellenőrizni szoktam, hogy ott van-e a helyén. Bölcs dolog! Bármilyen furcsa, de olykor az árnyékok is elkallódhatnak. De akkor ez ki lehet? És vajon hol lehet az enyém? A többiek a vállukat vonogatták.
Nem lehet, hogy ez mégis a tiéd, csak valamiért megváltozott az alakja. Szólalt meg ekkora hátuk mögött Zödör. Nem lehetetlen. Néha az én árnyékom is megváltozik. Időnként hosszúra nyúlik, máskor meg egészen összemegy. Az enyém is szokott ilyet csinálni. Ez természetes. Az árnyékok jó kedvükben megnyúlnak, rossz kedvükben viszont összezsugorodnak. Ez biztos így van, kérdezte Hilda, aki épp most érkezett meg pofánkával orbogyó szedésből. Majd nem biztos! Bólintott Béla bá. De az én árnyékom se nem túl hosszú, se nem túl rövid, inkább olyan furcsa. Ez az! Keressük meg doktor Furcsát! A zsibbadások és bizsergések szakértője biztos ért az elfurcsult árnyékokhoz is. Pompás ötlet, jó alkalom egy kellemes sétára. Rövid szögdécselés után fityírc. Szóval rövid szögdécselés után a kuflik odaértek a csalóka csalitoshoz. Vajon miért hívják csalókának? Mert néha megtréfálja az errejárókat, ilyenkor hiába mész emerre, mégis amarra bukkansz ki a túloldalán. Most úgy látom, szerencsénk volt. Mi pont emerre akartunk menni. Doktor Furcsa ajtaján egy tábla fogadta őket. Házon kívül vagyok. Kívül? De hol? Nézett körül Titus. A doktor szabadságon van. Szólalt meg egy közeli csomófán tollászkodó drótlábú haharc. Közelebb a jövő péntek előtti szerdát követő csütörtökön lesz rendelés. Addig nem tudunk várni. Fityércnek súlyos árnyékfurcsulása van. Melyikőtök is az? Én volnék. Mutatott magára Fityérc. Volnál, vagy az is vagy? Kérdezte a haharc. Én vagyok Fityérc. Mondta Fityérc. Érdekes! Én egy cingárom, szürke csíkos kuflira. Emlékszem? Így is van? Nem! Rázta a fejét a madár. A ruhád nagyon hasonló, de te háromszor annyira sem vagy olyan cingár, mint ő. Fityírc kérdőn nézett a többiekre. Úgy érti, hogy az általa ismert Fityírc soványabb, mint te vagy. De hát rajtam kívül nem él más Fityírc az elhagyatott réten. Ez esetben te voltál cingárom, amikor utoljára találkoztatok. Azt illeti, mondta. Meglátszik rajtam a téli lustálkodás. Úgy tűnik, meghíztam kicsit. Szerintem itt a megoldás. Nem csak te hisztál meg, hanem az árnyékod is. Ezért tűnik olyan furcsának. Akkor most mit tegyek? Szerintem szögdécselj többet. Az árnyékod majd ebben is utánozni fog, amitől majd hamarosan pont olyan vékony lesz, mint régen. Hidd el, a szögdécselés neked is jót tesz majd. Mindannyiunknak, ugrándozott Valér. Akkor rendezzük meg az első koratavaszi árnyékugráló versenyt. Az milyen? Most épp a csalóka csalitos irányába néz az árnyékunk, az győz, akinek az árnyéka először kibukkan a csalitos túloldalán. A drótlábú haharc indította a versenyt. Három! Kettő! Egy! Rajta! A kuflik teljes erőből szögdécselni kezdtek a közeli csalitos felé. Valahol majd csak célba érnek. Kacarászott a haharc. Vagy emerre, vagy amarra, vagy emit, vagy amok.
Amiben imígy vagy amúgy, egészen biztosan igaza volt. Atta de jó, itt az árnyékom. Szerintem mindenki legyen kufli. Napfényes, békés reggel volt, mint a legtöbb reggel az elhagyatott réten. Nektek is feltűnt már, hogy minden történetünk pont ugyanúgy kezdődik? Csak heverészünk itt, aztán egyszer csak történik valami. Vajon most mi fog? Na tessék! Hú, de messze laktak, kuflik! De messze laktak, kuflik! Mármint honnan messze? Annam! Mutatott a lókutya valahová távolba. A látóhatártól mindenki messze lakik. Mi járatban vagy cimbora? Kedves kuflik! Meg vagy csak hívva. Zilveszteri jelmezmez bálba. A rétkő zepére varrunk. Jelmezmezekbe gyertek. Mamma. Zene, tantz, víg, alom. Aláírás. Rétlakik, kók. Te ezt érted? Azt hiszem, szilveszteri jelmezbálba hívnak minket a rétlakik. Vagy lakók. Szilveszteri? Gyere, mindjárt itt a nyár. Nem arog, Ficic. Inkább örül, hogy meghívtak. Köszönjük, hogy gondoltatok rá. Viszlát a bálban. De honnan szerzünk jelmezeket? Mindenki nézzen körül otthon. Hát, ha előkerül néhány. Néhány mi? Hát... azt sosem lehet tudni. Csak tudnám, hogyan került hozzánk ennyi kacat? Értetlenkedett pofánka. Ezt hívják a kacatok titkos vándorlását. Mindennapos dolog, bár keveset tudnak róla. Elég unalmas kacatnak lenni. Ezért aztán éjszakánként a kacatok útra kelnek, hogy világot lássanak. Honnan tudod mindezt? Annak idején évekig leveleztem egy fél pár zoknival. Ő sokat mesélt ezekről a dolgokról. Ha nem volnék kufli, biztos, hogy kacat szeretnék lenni. Igen ám, csak hogy most inkább a jelmezekkel kéne foglalkoznunk. A következőket találták. Hilda egy rozzant esernyőt, Valér három üres konzervdobozt, Zödön egy lukas gumilabdát, Titusz egy öreg bőröndöt meg egy habverőt, Pofánka egy elsárgult divatlapot meg egy darab spárgát, Bélabá egy horpadt tésztaszűrőt és egy doboz szöget, Fityirc meg, nos, ő nem talált mást, csak egy lila kabátgombot. És én már tudom is, mi leszek. Álmafa, mondta lelkesen Hilda. Én robot. Én meg óriás katica. Én páncélos lovag. Én rendeső pillangó. Én pedig tüskés disznó. Én azt hiszem, egy kufli leszek, aki lila gombot egyensúlyoz az orrán. De hiszen hamar úgy is kufli vagy. Majd úgy teszek, mintha egy másik kufli lennék, mondta Fityirc. Mikor bealkonyodott, a kuflik elindultak a jelmezbálba. Mire odaértek, a rét közepén már javában állt a bál.
gombot egyensúlyozó elegáns kufli álmás nyárta. Tapsolj be a győztet! Éljen, éljen, hangzott innen is, onnan. Bravo! Ez nem én. Nincs igazad, elegáns kuflinnal költözni egyáltalán nem könnyű dolog, nem is beszélve az egyensúlyozásról. Így van, inkább örüljünk Fityit sikerének. Úgy látom, idén nagyon menő dolog a kufli jelmez. Ekkor a zenekar belekezdett, a pattog a kufli végig a réten kezdetű vadonatú szerzeményt. Ez rólunk szól! Nem vagy kavics, jönnek se nem kifli, se nem kukac, simán kufli, ezt mondogasd. Kufli, kufli, pattognak, mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha, színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony dagi, és olyan, aki néha csuklik, heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Csodálatosan éreztem magam, lelkendezett Pofánka. Legközelebb rendezünk mi is jelmezbát, mondta Hilda. Egy olyat, ahol mindenki saját magának öltözik be. De akkor ki kapja majd az első díjat? Kérdezte Valér. Ám a kérdésre már csak hangos horkolás volt a válasz. Szorult helyzetben vagyok. Azt hiszem, mégsem volt jó ötlet Kályha csőnek öltöznem. Várj csak, segítek. Tengerre kuflik. Az úgy történt, hogy egy reggel először néhány rossz kedvű, szürke felhő jelent meg az elhagyatott rét felett, aztán esni kezdett az eső. Jaj, ne! Kiáltott fel Hilda. Csak nem lesz újra árvíz a réten. Ugyan, nehogy! Ez csak egy aféle nyári zivatar! Ez biztos? Kérdezte Hilda, mire hirtelen el is állt az eső. De jó! Kiáltotta vidámon Valér. Legalább plocskolhatunk egy kicsit a pocsolyákban. Ó, ezek a fiatalok! Ingatta fejét Délabá, de azért ő is elindult Valér után. Hé, minket itt hagytok? Kiáltották erre a többiek, és azon mód Délabáék után szögtécseltek. Mert ha van valami, aminek a kuflik sosem bírnak ellenállni, az nem más, mint, na igen, mint a pocsolyákban plocskolás. Egy átlagos kufli háromféle módon szokott pocsolyákban plocskolni. Egyenes vonalban, cikszakban, vagy össze-vissza. Ezen a délelőttön a kuflik mind a három módszert kipróbálták. Nézzetek, egy igazi tó! Kiáltott fel Pofánka. Valóban, gyertek, nézzük meg közelebbről! Bámult hunyorogva a távolba Titusz. Ez biztos, hogy egy tó? Nem lehet, hogy csak egy túl nagy pocsolya? Ilyen alapon egy pocsolyára is mondhatnánk, hogy igazából egy túl kicsi tó. Nem bírom, amikor pocsolyákról beszélgettek. Inkább plocskoljunk bele. Nem tudhatjuk, hogy milyen mély. Akkor mi legyen? Kérdezte Fityirc. Inkább hajókázunk keresztül rajta? Mekkora ötlet! Rendezünk rajta egy csalózka jó hatát! Hogy micsodát? Ó, akarom mondani, kalózhajó csatát. Valamiért ezt sosem tudom elsőre kimondani. Pompás gondolat. Nem volt hát akadálya, hogy egy szempillantás alatt mind beöltözzenek kalóznak. Egy szempillantás múlva. Ja igen, mert a kuflik kifejezetten az ilyen esetekre mindig hordanak maguknál zsebkalóz felszerelést. Még Fityirc is. Idáig megvolnánk. Már csak két hajót kell szereznünk. Megkérhetnénk a beszélő fatuskót, hogy legyen ő az egyik. Jó ötlet. Titusz és Zödör rögtön el is indul, hogy megbeszéljék vele a dolgot. Szia! Nem volna kezdett kalózhajónak lenni egy izgalmas vízi csatában? Ha gyerekek, rívágyom, hogy kipróbáljam! Én is vízi csatázhatok. Kérdezte a Mohamanyi. Hát persze, te leszel a kormányos. Mondta Titusz. Amíg távol voltak, a többi kufli megpróbált találni egy másik hajót. Itt nincs hajó. Itt sincs hajó.
Itt sincs hajó. És itt sincs hajó. Itt sincs hajó. Álvásztettetek valamit? Szólította meg őket egy közelben átsorgó varázsgomba. Kalóz csatához való hajót keresünk. Azt hiszem, tudok segíteni. Barátunk a vízipatka néhány napja itt hagyta megőrzésre a csónakját. Ott van a vadradír csáriék mögött. Ez tökéletes kalóz, ha jó lenne. Kezdődhet a csata! Beli cápa támadta meg a hajóinkat. Újságolta Béla bá. Ezen könnyen segíthetünk. A varázsgomba előkapott a háta mögül egy képzeletbeli szigonyt, és a cápa felé hajította. Remek célzás! A cápa elmenekült. Rettenetesen megéheztem ettől a vízi csatától. Sóhajtotta Valér. Hé, ez az én szövegem. Dörmögte halkan Zödön. Mit szólnátok egy képzeletbeli cápasüldhöz? Viccelődött a varázsgomba. Attól tartok, képzeletbeli sültel, képzeletbeli éjséget lehet elverni. Jegyezte meg Fityirc. Szerintem legjobb az lesz, ha hazamegyünk uzsonnázni. Mondta Titusz. Így is tettek. Polip simogassa meg a talpatokat! Vett búcsút tőlük a gomba, egy ősi, csendes óceáni kalóz köszöntéssel. A kuflik úgy néztek ki, amint szögdécselve távolodtak a csillogó víztócsák között, mint hét tengerét veszte, mégis roppant vidám kalóz. Éj, egy kicsit hajingerém van. Álmomban kalózok csatáztak körülöttem. A kuflik és a máshogyoszkóp. Közönséges őszi hétköznap volt. Kövér felhők vonszolták hosszú árnyékukat a rét felett. Minden szürke volt, és valahogy olyan kedvetlen. Ajajajajajajajaj! Sóhajtott a Fityirc, és a bal zsebéből a jobb zsebébe rakta kedvenc lila gombját, ám ebben a pillanatban... Hívtál? Hát itt vagyok. Mondta a Sámli, és ugrott egyet a levegőben. Tévedsz? Nem hívtam, senkit sem. Dehogy nem. Azt mondtad, hajajajajaj, aztán átraktad a lila gombodat a bal zsebedből a jobb zsebedbe. Nem tudtam, hogy ezzel ide lehet varázsolni egy Sámlit. Vonogatta a vállát Fityirc. Én nem Sámli, hanem egy máshogyoszkóp vagyok. Ez a foglalkozásom. Aki rám ül, az meglátja, milyenek a dolgok. Milyenek? Hát épp ez az. Másmilyenek. Mosolygott a Sámli. Máshogyoszkóp, haver! Akarom mondani, a máshogyoszkóp. Gyere, próbálj ki. Na jó. Fityirc, ahogy leült a Sámlira, máshogyoszkópra, hirtelen az egész rét nagyon, de nagyon furcsa lett. Minden ilyen különös, kérdezte rémülten Fityirc. Most olyannak látsz mindent, ami ennek magát képzeli, mondta a Sámliszkóp.
Ekkor Fityirc két fura alakra lett figyelmes. Az egyikük kalapja Béla bájéra emlékeztetett. Szia! Köszöntek rá Fityircre. Milyen jó kis Sámlit találtál magadnak! Ahogy Fityirc felállt, a két idegen Bélabává és Valérrá változott. Elnézést, a máshogyoszkópon ülve nem ismertelek meg benneteket. Azt hittem, ez egy Sámli. Szögdítsen, közelebb Valér. Nem hiszem el, hogy ilyen nehéz volna megjegyezni a nevem. Máshogyoszkóp vagyok. Gyertek, próbáljátok ki. Biztatta barátait Fityirc. Ott a meglepve Bélabá. Ott az az óriási valami például ki lehet? Mutatott egy muszkins lényre Valér. Mit bámultok, srácok? Talán van valami szokatlan rajtam? Bámult rájuk Titusz. Erről a máshogyoszkópról nézve elég fura voltál. Nevetgélt Bélabá. Ha ráülsz, majd meglátod. Ezt ki kell próbálni. Hú, a mindenit. Tisztára, mintha álmodnék. Te ilyeneket szoktál álmodni? Kérdezte rémülten Valér, aki alig tudott elhajolni egy éppen arra ugráló furcsa valami elől. Itt jön egy másik ide. A Sámlin ülők mind a fűbe borultak. Ó, a macska rúgja meg! Hiszen ez Hilda és Pofánka. És mi ebben olyan meglepő? Ha ide ülsz mellénk, majd megérted, mondta Titusz. A kuflikin már Hildával és Pofánkával együtt visszatelepedtek a Sámlira. Csak Fityircnek nem jutott már hely. Én már úgyis eleget láttam. Na most nézzétek meg Fityircet! Nagyon furcsa. De Fityirc pont olyan, mint máskor. Mi ebben a különleges? Talán elromlott a máshogyoszkóp. Azt kikérem magamnak, pupák! Biztos, hogy nem romlott el! Rázta a fejét Bélabá, és Fityirc háta mögé mutatott. Egy egészen apró lény közeledett a fűben, vacsóska levelet vonszolva maga után. Szia, zödön! Köszönt a lénynek könnyedén Fityirc. Ez tényleg ő? Üledezett Pofánka. Keljetek fel a Sámliról, és meglátjátok. Bólintott Fityirc. Amikor felálltak, barátai alig hittek a szemüknek. Mit csodálkoztok? Értetlenkedett zödön. Sosem láttatok még éhes kuflit. Máshogyoszkópról nézve még soha! Rázta a fejét Titusz. Gyere, próbáld ki te is! Felőlem, úgysem ültem még mákonyos pókon. Már késő! Lejárt a munkaidőm! Ma már ne is hívjatok többet! Azzal eltűnt, mint légy a levesben. Hát jó, akkor folytatom a vacsóska gyűjtést. Mi meg elkísérünk, verte hátba vidámon Titusz. Úgy közben megjátsszuk azt, hogy úgy nézünk ki, amilyennek látni szeretnénk magunkat, ha valaki olyan lennénk, aki minket néz. Kiáltotta lelkesen Pofánka, mikor elindultak. De mivel ebből senki nem értett egy szót sem, ezután inkább kergetőztek meg bujócskáztak, míg el nem fáradtak mindannyian. A kuflik és a végtelen sál. Reggel a behavazott rét fehér volt és néma, mint egy üres rajzpapír. Zödön bánatosan köhincsélt a kufli kupac tetején. Beteg vagy? Érdeklődött Pofánka. Csak a hideg téli szél kaparásza a torkom. Miért nem hordasz sálat? Kérdezte aggodalmasan Hilda. Mert nincs. Elhagytam, és nem találom sehol. Azt nem csodálod? Bólogatott Béla.
Egy bojtos sapka sokat mesélt nekem az elhagyott holmik földjéről. Híresen, vidám hely! Akárhogy is van, Zödönnek mindenki kell egy sál. Na igen, de honnan? Ha esetleg akad is sálbokor az elhagyatott réten, ilyenkor biztos nincsen rajta termés. Meleg sálat puha fonálból kell kötni. Azzal hopp, Hilda el is tűnt az üregében, ahonnan kisvártatva egy nagy kosárral tért vissza. Hú, de szépek! Mit szólnál egy klassz csíkos sálhoz? Kedved színem a csíkos. Találjuk ki, milyen színű csíkjai legyenek. Szürke! Mi lenne, ha kufli csíkos lenne az a sál? Az meg milyen? Az első csíkja az ödönzöld, a második pofánka piros, a következő Titus sárga, aztán egy Hilda lila, egy Valér kék, egy Bélabá barna, meg egy Fityirc szürke. Ez annyira megható. Azzal kötni kezdte a sálat. Ez a rész most nem lesz túl érdekes. Amíg Hilda kötöget, mi énekeljük el a csicsat, csicsat, kötöget a bálna kezdetű dalt. Csicsat, csicsat, kötöget a bálna, bár hát ebben van ügyesebb nálam. Két nagy tűvel kötöget egy sapkát, mindegy, mondja, kicsi lesz vagy nagy rá. Csicsat, csicsat, kötöget a bálna, bár hát ebben van ügyesebb nálam. Tök jó, dudorászik vígan, hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Csicsat, csicsat, kötöget a medve, mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Össze, vissza, döföget a tűvel, rossz ránézni, olyas miket művel. Csicsat, csicsat, kötöget a medve, mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Poppás, poppás, dudorászik vígan, hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Azt hiszem, nincsen tovább. Szerintem nézzük meg, elkészült-e Hilda? Jól haladok. Most végeztem a Titus sárga csíkkal. Végeztél? Hiszen ez a csík jóval keskenyebb, mint a pofánka piros. Csak egy kicsit keskenyebb, viszont sokkal élénkebb. Ah, ez akkor sem ér. Ilyen alapon a Fityirc szürkének kéne a legszélesebbnek lennie. Felőlem, szó se róla. A legszélesebb csík a Bélabá barna legyen, mert ő a legöregebb közülünk. És tessék, most pofánkája a legszélesebb, pedig ő itt a legfiatalabb. Tévedés! Én vagyok az! Gyerekek, mi ütött belétek? Hát úgy viselkedtek, mint valami gyavajás, tanulságos történetben lennék. Miért? Mi volna itt a tanulság? Nem is tudom. Csúnya dolog az irítség, vagy valami ilyesmi. Jaj ne! Akkor inkább mindegy is, hogy milyen lesz a sál. Hehe, na ugye. Megígérem, hogy mindegyik csík pont elég széles lesz. Csak hagyjatok végre kötni. Há. Hirtelen, eszembe jutott, hogy még van két strófája a dalnak. Csicsa, kötöget a tigris. Nem meg túl jó, biztos ezért hiszt is. Mindegy, mondja, őzikének készül, egyet nyugkan, jönnek eszem végül. Csicsa, csicsa, kötöget a tigris. Nem megy túl jó, biztos ezért hiszt is. Hejhó, hejhó, dudorászik vígan. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Csicsa, csicsa, kötöget a róka. Írtó béna, bár nem tehet róla. Már most látszik, ronda lesz az okni. Nem baj, mondja, be lehet a szokni. Bingo, bingo, dudorászik. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Így van. Elkészül. Milyen hosszú. Azzal oda nyújtotta a sálat Zödönnek. Gyönyörű. Majd a nyaka köré tekerte, és tekerte, és tekerte, és tekerte. Kicsit túl hosszú egyetlen kuflinak még akkor is, ha ez a kufli Zödön.
legyen ez egy közös sál, majd együtt fogjuk hordani, amikor telente kint üldögélünk a kupac tetején. Persze azonnal ki is próbálták. Puha volt, meleg, és mindenkit körbeért, még fityércet is. Hmm. Hé-ja! Hé-ja! Oh-oh!